teremben kért fel engem. Azt hittem, rögtön elájulok, megáll az ész, egy híres színész, és akit felkért, az én vagyok. Irigykedett a vendégsereg, senki sem volt nálam boldogabb. Táncolt velem az én istenem, szőttem a szebbnél szebb álmokat, de közben olyan izgatott voltam, és csak én őriztem nagy titkomat, hogy mindjárt hányok, lehet, hogy hányok, ha ideges a gyomrom, hánynom kell. Nagy esélyt látok arra, hogy hányok, ha marad ez a gyötrő hány inger. Egy asztalhoz vitt, és ettünk kivitt, és kagylót, meg tésztát, meg epreket. Reméltem én, hogy van még remény, és egyszer a színész majd megszeret. De aztán csendben falfehér lettem, és tudtam már, hogy minden elveszett. Tudnélik hánytam, ordítva hánytam, beleremegett a bálterem. Szántam és bántam, de mégis hánytam, kijön a velem, úgy éreztem. Ha ilyet látok, a mennyben járok, nekem ez a legszebb vallomás. Kérem még hányjon, kisasszony hányjon, maga az a lány, ki kell nekem. Régóta várom, hogy egy nő hányjon, ha maga is akarja, elveszem.